Az oktatási intézmények vezetőit, valamint a pedagógusokat várták október 18-án a 10. kerületi Szent László gimnáziumba, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által szervezett programra. Az esemény keretében Lengyel-Fehér Gyöngyi, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai helyettese köszöntötte a résztvevőket, és mint elmondta, az előadás során a megjelentek egy innovatív pedagógiai módszert ismerhetnek meg. A továbbiakban Weisz Ágoston, az Alfa Akadémia vezetője tartott prezentációt, egyebek mellett a gyerekek tanulásra való ösztönzéséről, illetve arról, hogy miként válhat élménnyé számukra az új ismeretek elsajátítása. Ha a gyerekek meg akarják oldani a feladatot, akkor az egy nagyon-nagyon komoly kiindulási pont, és a második dolog az az, hogy olyan környezetet kell nekik biztosítani, ahol tudnak hibázni, ahol mernek hibázni, ahol nem taposnak rájuk, hogyha hibáznak, ahol nem bántják őket, és ezen keresztül akkor olyan feladatokat is tudnak kapni, amik nem feltétlenül könnyen megoldhatóak, amiben van mélység, és ezek utána sokkal nagyobb sikerélményt tudnak biztosítani nekik. Ezen keresztül jön a motiváció. A rendezvényen jelen volt Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki ezúttal mint szülő szólt a jelenlévőkhöz, és ebben a minőségében osztotta meg velük a Weisz Ágoston által használt pedagógiai módszerrel kapcsolatos tapasztalatait. Hihetetlenül jól tudják lelkesíteni a gyerekeket, és ami tényleg fantasztikus és különleges és egyedülálló, hogy nem elmondják a gyerekeknek, hogy mit kell csinálni, hanem egymásra épülő feladatsorokkal a gondolkodás örömét próbálják ők is megtanítani a gyerekeknek. Úgyhogy abban kérték a segítségemet, hogy ők nem 500 gyereket, hanem sokkal többet tudnának foglalkoztatni, és ha megnézik a listát, akkor azt látják, hogy van azt hiszem 3 vagy 4 olyan gyerek, aki Ágostonék tanítványa volt, és most Cambridge-ben tanul, van egy, aki a Yale-en, van 3-4, aki holland egyetemeken tanul matematikát. A rendezvényen több 17. kerületi iskola vezetője és pedagógusa is képviseltette magát.